3 évvel ezelőtt volt életem egyik legfelemelőbb pillanata. Több ezer ember előtt álltam a Hősök terén, és ígéretet tettem, hogy a TASZ mindent megtesz azért, hogy a civil ellenes törvény elbukjon. Ma büszkén mondhatom, hogy sikerült. Az Európai Unió Bírósága a mai napon kimondta, hogy a civil ellenes törvény sérti az uniós jogot. Megmutattuk a kormánynak, hogy nem lehet a civil szervezeteket, az aktív polgárokat eltakarítani. A civil ellenes törvény nem csak rólunk szól, hanem arról a több ezer állampolgárról, akiket képviselünk, akiknek az érdekeiért kiállunk, és akiknek a hangját mi hangosítjuk fel. Támogasd a munkánkat, hogy győzzük erővel, és még többet segíthessünk. Azzal, hogy ma a bíróság kimondta az uniós jog sérelmét, azt a magyar kormány köteles azonnal megszüntetni. Álljunk most meg egy pillanatra, és minden szabadon gondolkodó polgárral együtt örüljünk ennek a fontos és szimbolikus győzelemnek. Töltekezzünk belőle, és utána folytassuk tovább, amit eddig csináltunk. Tanítsuk meg a gyerekeinknek, a diákoknak az iskolában, a közösségeinknek, hogy nem a kötelező vélemény az egyetlen. Ne engedjetek az elnyomásnak, és ne féljetek. Ahogy eddig is, ezután is veletek leszünk.